A magyar kormány nem először investál a bankszektorba. A Takarékbank és vele együtt gyakorlatilag a takarék szövetkezetek másfél évvel ezelőtti államosítása után állami tulajdonba került az azóta csődbe ment Széchenyi Bank 49%-a. Tavaly ősszel az MKB. Idén a Budapest Bank is. A magyar példa egyébként nem egyedülálló. Az Egyesült Államokban, Németországban és az Egyesült Királyságban is van állami tulajdon kereskedelmi bankokban. Kapcsoljuk Gyurcsik Attilát, a Concord elemzőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az ön véleménye mi az állami bankvásárlásról? Alapvetően a bankszektorban egy konszolidáció zajlik, ez kb. Egy másfél éve kezdődött, és az a jellemző, ahogy ön is mondta, hogy az állam általában a bankok konszolidációjában jelentős szerepet szokott vállalni, és ezt az aktív szerepet a magyar állam is felvállalta. Miért kellett ezeket a bankokat konszolidálni? Alapvetően hogy a magyar bankszektor elmúlt 5 éve eléggé konfliktusos, nagyon sok konfliktus volt a kormánnyal. Az egyik legfontosabb konfliktus az a devizahitelek kérdésének a rendezése. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés megoldódott, ez a bizonytalanság kikerült a rendszerből, és ez lehetővé tett egy konszolidációt. Erre szükség volt azért is, mert nagyon sok bank van Magyarországon, és ezek nem hatékonyak ezek a bankok, tehát kell egy nagyobb méret a magyar bankszektor, nagyobb méret hatékonyságra van szükség, és ebbe a konszolidációba a magyar állam aktív szerepet vállal. Az ön véleménye szerint mikor fog megszűnni a bankadó? A miniszterelnök mai bejelentése alapján 2016-ban kb. 40%-kal csökken, és 2017-ben, 18-ban pedig tovább vizsgálják annak a lehetőségét, hogy egy európai átlagos szintre csökkentsék. Ez az információ, amit jelenleg tudunk. Igen, nem arról van itt szó, amiről ugye sokan beszélnek, hogy végül is ezzel a bankadóval, hát a bankokat olyan helyzetbe lehetett hozni, hogy el akarjanak adni legalábbis részt vagy egészt, most már van akkora állami tulajdon, ahol meg lehet állni, és most már vége a bankadónak is. Azt gondolom, hogy a bankadónak az eredeti ötlete az elsősorban a költségvetés konszolidációja volt, tehát az volt az elsődleges cél, hogy a költségvetést sikeresen konszolidálják 2010-ben. Aztán a későbbiek folyamán pedig, és eljutottunk a mához ebben a konszolidációban, inkább azt mondanám, hogy volt egy konfliktusos, háborús időszak, és ennek most úgy tűnik, hogy vége, és amikor békét köt a kormány, akkor gesztusokat kell tenni, a kormány a bankadót csökkenti, a bankok pedig arra vállalnak kötelezettséget, hogy elkezdenek hitelezni. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk.